Pillanat is kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Dr. Szanyi Tibor, az MSZP európai parlamenti képviselője. Egész a választások eredményhirdetéséig, aztán meglátjuk, hogy igen vagy nem továbbra is. Minden esetre beszélgetésünkből ez is biztos kiderül. Szép jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! A világ mezőgazdasága az éghajlati helyzetektől, tehát a klímából kifolyólag bajba van. Az okos falu, okos város, okos világ programjaiban ilyenkor mi a teendő? Én bízom benne, hogy most ugye az Európai Parlamentnek, az Európai Unióban képviselő foglalkozik többek között mezőgazdasággal és a világon mindennel. Tehát ön a legjobb címzet, hogy megmond nekünk, hogy ilyenkor mi a teendő. Lesz az Európai Uniónak elegendő pénze kisegíteni a gazdákat, hogyha nem fognak a termések megteremni? Szerencsére pénz az van, bőséggel. Szerencsétlenségünkre viszont valahogy úgy néz ki a dolog, hogy amit az ember elrontott az elmúlt évtizedekben, vagy talán évszázadokban a klíma kapcsán, azt most megpróbáljuk a digitális technológiák kínálta lehetőségekkel ellensúlyozni. Ez például megmutatkozik olyan törekvésekben, amit úgy tudok röviden megfogalmazni, hogy precíziós mezőgazdaság és különböző ezzel kapcsolatos új technológiák. Én azt gondolom, hogy ezen az ágon nincs veszélyben sem az európai mezőgazdaság, sem pedig a világnak az élelmiszerellátása. Ott más jellegű problémák vannak. Nekem egyik tényleg gyakran említett aggodalmam, hogy például az, hogy a beporzásra alkalmas rovarok, főképpen a méhek száma globálisan olyan szinten és olyan drasztikusan csökken, hogy bármikor ez a törékeny egyensúly megborulhat, és hogyha nincsenek ezek a beporzásra képes élőlények, akkor bizony keményen oda a termés. Magyar Parlament alelnöke, aki a mezőgazdasági fórumnak is, a Jakab úr az egyik vezetője, éppen beszéltünk a méhekről, és komoly védelmi akciót kell indítani. Igen, hogyha az ember nem csak a parlamenti alelnökökkel, hanem méhészekkel is beszél, akkor kiderül, hogy szinte egy elkeseredett küzdelem, amiben ők most vannak, majdnem sír mindegyik, hogy már mindent kipróbáltak, az összes létező új technikát, gyógyszert, amit el lehet képzelni, és ennek dacára zuhanó repülésben van. Ez jellemző az egész, az európai összes tagállamra? Igen. Igen, sajnos. Sőt, még azt kell mondjam, hogy Magyarországon viszonylag jó a helyzet ahhoz képest, amilyen mértékben csökkent a méhállomány máshol. Ugorjunk egyet. Nagyon készültem erre a beszélgetésre, és próbáltam hiányos tudásomat pótolni, a Duna-Tisza szabályozásáról megfelelően tárolni az árvíz idején a fölösleges vizeket. Ezek miért nem történnek meg tulajdonképpen? Akkor talán nem lenne most ilyen szárazság. Hát szárazság az attól még lenne, csak legfeljebb lenne hozzá víz is, amivel ezt, amivel ezt lehet enyhíteni. Tulajdonképpen ez egy furcsa dolog, mert Magyarország geográfiája olyan, hogy egy medence, Kárpát-medencének hívjuk, ugye ez ilyen lavór hatás. Ami azt jelenti, hogy ide befolyik egy nagy adag víz. És aztán, a termálvízzel mégsem lehet a termőföldeket. Attól nagyon óvnék mindenkit. Na egyszer, mint száz, bejön egy csomó víz, és ugye az eddigi törekvések mindig az, hogy minél gyorsabban menjen ki, tehát megmagasították a töltéseket, a Tisza is helyenként 10 méter az emberek feje fölött megy. Nagyon régi elgondolás, ezt egyébként a vásárhelyi terv újra gondolásának hívják. Hát Vásárhelyi volt az, amelyik elvette a Tiszától a természetes ártereket, és most pedig arra megy ki a játék, hogy ezt valahogyan vissza kéne adni. Most, hogyha a nézőket be akarnánk avatni, akkor azt lehetne mondani, hogy körülbelül jobbra-balra egy-két kilométeres sávban a Tiszának meg kéne hagyni a tólig mozgásnak a lehetőségét. Ekkor tulajdonképpen meg lehetne fogni, ahogy ön is említette, ezeket a vizeket. Hogy miért nem csinálták eddig? Hát szerteágazó érvek és érdekek voltak itt az ügy kapcsán. Én meg azt mondom, hogy soha nem késő. Amúgy a Magyar Szocialista Párt Bács-Kiskun megyei szervezete nagyon erős kitartással évtizedek óta azt gondolja, hogy ezt az egész Duna-Tisza öntözőrendszert meg kéne valósítani.
Ez nem egy csatornát jelent egyébként, hanem csatorna hálózatot. Mi több még akkor tulajdonképpen a mezőgazdasági termények szállítása is egy egészen más dimenzióba kerülne. Én azt gondolom, hogy ha a magyar kormány ezt indítványozná az Európai Uniónál, hogy erre szeretnének jelentős összeget fordítani, az Európai Unió gond nélkül biztosítaná ezeket. Ez munkahelyeket is biztosítaná a csatornák megépítésével, és hogyha megnézzük ennek az eredményeit, akkor... Hát hogyne? Én csak ugye megint mondom az érdekeket, és nem utolsóban a lobby érdekeket, amiken kormányoknak felül kéne emelkedni. Annak idején, amikor én utoljára hivatalban 10 évvel ezelőtt foglalkoztam ezzel, sőt most már 15, amikor agrárállamtitkárként nézegettem ennek az egész ügynek a lehetőségeit, akkor még Kis Péter munkaügyi miniszterrel, Isten nyugosztalja, akkor még azon törtük a fejünket, és lett is egy ilyen szabályozás, amit később Orbánék eltöröltek, hogy ezeket a hatalmas nagy földmunkákat, ezeket főképpen élő erővel lenne érdemes megcsinálni. Nagyjából ugyanott tartanánk, mint hogy jön 3-4 hatalmas gép, és elmegy egy áfás számlával, szemben azzal, hogyha több ezren ásókapa, így ahogy ezt hívják, úgy próbálnak megcsinálni, akkor rengeteg ember jutna munkához, főképpen a környékbeli cigányok, ezen felül pedig hogy mi a TB kassza is egészen máshogy tudna töltődni, hiszen az, és akkor eldöntöttük, bocsánat, elnézést, a drasztikus javaslat az volt, hogy az összérték, a munka összértékének 50%-a ülő munka legyen, ez volt az én javaslatom, mégis a kormányban egy 20%-os arány ment, tehát az is több, mint a semmi. Értem, na most, hogyha például a pártja tudja azt, hogy önben ilyen rejtett kincsek is vannak, és ért az agráriumhoz is, akkor miért nem tesz meg mindent, hogy atombiztos legyen az ön helye az Európai Parlament? Hát az atombiztos helyet az csak a választók tudják produkálni. Én azt gondolom, hogy jelen pillanatban ugye van két európai parlamenti képviselőnk. Én nagyon-nagyon szomorú lennék, hogy ezt a szintet nem tudnánk tartani, de a mai számok azt mutatják, hogy ez azért bő két mandátum, tehát inkább a három felé kacsingat. Tehát az, hogy effektíve más... De hogy ki merre kacsingat, ön úgy szintén naív, ha bár riportalanyaimnak nem szoktam lenaívozni sem, meg az ellenkezőjét sem. Nekem ez sem. Na de hát az ön listavezetője, a pártvezetője, akitől egyetlen mondatot nem tudok idézni, pedig nagy médiafogyasztó vagyok. Stúdiónkban még nem járt, nem volt ideje ide jönni. Mert hát, ugye itt nem mikrofonálmányok vannak, majd, hanem kérdéseket tesznek föl. Neki, hogy jöjjön ide. Tehát, ha ő nem látja fontosnak, ez az ő dolga. A kérdés a következő. Így viszont lehet, hogy ő megy Brüsszelbe, és ön megmarad itthon. Minden lehet, bár ő ezt személy szerint számtalan alkalommal és nagyon határozottan kizárta. Az még mindig egy kicsit értelmezési tartományokon belül van, hogy ő miért kérte magát az első helyre. Persze, hogyha egy párt fővezér azt mondja, hogy ezt a csatát ő akarja vezényelni, az ellen nincs appelláta. Ettől függetlenül... Miért itt csata lesz? Hát választási csata, így értettem ezt. Én azt vélem egyébként, hogy annak van azért a sokkal nagyobb valószínűség, hogy valóban nem kíván élni a mandátumával. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy jó, magam most a második mandátumszerző helyen vagyok. Ez azért még egyszer hangsúlyozom, a mai számok alapján ez azért egy biztos mandátumnak látszik. A PM-nek adományozott helyről mi a véleménye? Hát itt nagy megütközés volt a pártunkon belül. Nem előbb kellett volna a párton belül mondjuk a harmadik helyet egy fiatalnak vagy egy nőnek adni? Hát mindenféle logikák voltak. Vagy ez ma már mind kiment a divatból? Nem, hát ugye az elsődleges törekvés az volt, hogy, és én nekem nagyon örülök, hogy a két jelenlegi képviselővel meg volt elégedve a párt kifejezetten, tehát azt mondták, hogy oké, ezek folytathassák. A többi ügy tekintetében pedig úgy néz ki a dolog, hogy a vidéki pártagságunk az sokkal hátrébb akarta volna sorolni a Párbeszédet, hiszen a Párbeszéd alapvetően egy budapesti párt, tehát neki nincs vidéki kiterjedése, tehát mondjuk Zalaegerszegen nem is értik, hogy mi ez, hol egy élő párbeszédes politikus nem láttak, mármint csak a tévében.
A budapestiek máshogy gondolkodtak, mert itt viszont elég aktív a párt, és akkor ez a realitások szintén. De jól értem, itt egy országról van szó, nem egy városról. Így van, bár azért azt politikában megtanultuk, hogy Budapest az tud zászlós hajóként működni, tehát ami Budapesten történik, annak őrült nagy kihatása van az ország egészére. Én azt gondolom, hogy ez a kompromisszum, ez a realitásokat tükröző kompromisszum nyilván vérmérsékletének megfelel, mindenki ennek örül vagy bánkódik rajta, ettől függetlenül mindkét pártnak a vezetői ezt így tartották helyesnek, elfogadták, én szerintem ezen túl lehet lépni. Egy pillanatra sem zavarja önt, hogy amennyiben a PM-nek a képviselője lesz a befutó negyedik, vagy mondjuk a harmadik, vagy egy egész más pártcsaládban lesz, mint önök? Ez már most is számos ponton kérdés volt, hiszen az európai szocialistáknak azért egy eléggé jól definiálható vonalvezetése van. Hát a zöldek, ahol jelenleg a Párbeszéd képviselője ül, nem feltétlenül mindig a barátság és a politikai együttműködés egyében bántak ezekkel a törekvéseinkkel. Úgy is mondhatnám, hogy rendre ellenünk szavaznak, de azért ez így igazságtalan lenne, mert van, amikor együtt. Hogy mi lesz a következő új parlamentnek a felállása, és ez milyen új mozgástereket követel, ezt nem tudom. A zöldek eddig nem nagyon voltak rákényszerítve semmilyen kompromisszumra, minek utána az ő befolyásuk nem volt jelentős, tehát nem tudtak volna érdemben fő kompromisszumokhoz hozzájárulni, ezt mindig létrehoztak két nagy, tehát a néppárt meg a szocialisták. Most azért lehet, hogy más lesz a helyzet, viszont egy konstruktívabb zöldek esetében olyan sok van az. De látjuk az LMP esetében, hogy az LMP-t először az a hír járt, az a pesti fecsegés, hogy megrótták a Jobbikkal való kollaboráció miatt. Cseréljük ki azt, hogy ne legyen túl negatív együttműködés, esetleges együttműködés miatt. Most viszont zöld fényt kaptak, tehát ezért nem fogják őket kizárni vagy megfenyíteni. Tehát akkor a zöldek is nagy változás náluk sem várható. Hát, ez megint egy nehéz dolog, hogy az LMP mennyire zöld, vagy akár a Párbeszéd is mennyire zöld. Ők magukat e felé definiálják, bár ez a politikájukból azért nem nagyon derül ki. Tehát én nem látom azt, hogy lennének olyan nagy témák, csak az, amiről a mi beszélgetésünket indított. Hát mert szerintem a következő vendégem az egy gyümölcstermelő lobbinak a vezetője, a szakmai igazgatója, mert ugye temérdek almát és egyéb gyümölcsöket termelnek, és lehet, hogy nem éri meg leszedni őket, mert a feldolgozásukért filléreket adnak kevesebbet, mint amennyibe előteremtése hát került. Ez az alma dolog, ez nagyon bonyolult. Tehát az agrárium, a mezőgazdaság az a népnek, az országnak a kenyeréről, meg a gyümölcséről, meg a vitaminjáról szól. Tehát azért nagyon fontos, hogy kiket delegálunk, hova delegálunk, erről van itt szó. Igen, erre mondtam azt, hogy sem az LMP, sem a Párbeszéd, a politikai fővonaluk az messze menőleg a hazai közelben nem a zöld témákat jutatja az embereknek. Nagyon fontos, hogy a műanyagok mennyi idő alatt fognak. Ezek fontos dolgok, bár én szeretném azt állítani egyébként, hogy ha megnézi a mi programunkat, már a Szocialista Pártnak az európai választási programját, ez legalább annyira zöld, mint egy klasszikus zöld pártól elvárható dolog. Kedves nézőim, ma korán reggel sikerült megtudnunk, hogy tulajdonképpen dr. Szanyi Tibornak elhajlásai is vannak. Ez a műanyagok iránti szeretete, illetve nem szeretete, illetve a zöldek támogatása. Olvassuk el a programot, és rájövünk arra, hogy ő sem szeretne nagy lábnyomot hagyni, és szeretné, hogyha unokái is tiszta világban élnének, és lenne elég ennivaló és ivóvíz. Köszönjük, hogy rendelkezésünk rá. Trépásan úgy szoktam mondani, hogy az új vörös a zöld. Legközelebb visszavárjuk, és akkor most a pontos idő 8 óra, és tudják, ha 8 óra van, akkor még az időjárástól is független híradón következik, amit kéne, hogy szeressenek és támogassanak. Még mindig nem kérünk pénzt, hanem azt kérjük, hogy mondják el a szomszédaiknak, hogy melyik gombot kell megnyomni, ahhoz, hogy Magyarország legobjektívebb csatornája híradóját láthassák. Híradó után jövünk, visszatartsanak velünk.